Szép estét kívánunk! Sziasztok! Hétfő este van, ez itt a Mobil Arena TV adása, itt van velem Legend. És Dr. Kind, és egy hét után visszatértünk, mert ugye múlt hét szerdán elmaradt az adás. De most egy újabb készülékkel készültünk nektek. Ugye ez egy újabb kérdés, hogy jó a kép, és ó, és mindenki már írja is, így van, frankó. Hál' Istennek berögződött, jól működött dolog. És úgy, a mai... Mondjad csak! Itt van a Zsolt kezében a Samsung legújabb üdvöskéje, a Galaxy S2 Plus. Ami lehet, hogy mínusz. Hát igen, ezt majd az adás során kifejtjük, hogy ez most pontosan mennyire plusz-e. Előjárában azt tudni kell, hogy a Galaxy S2 a Samsung egyik legsikeresebb készüléke, még a mai napig óriási eladásokat produkál. Most megpróbáltam az adás előtt utána nézni, hogy pontosan mennyinél tart a számláló. Bizonyos források már ilyen 30 millió eladott példányt említenek, ami rengeteg. Igen, és nagyon sok. És ezért nem is csoda, hogy megpróbál még egy rókabört, ha úgy tetszik, lehúzni róla a Samsung. És ráadásul ugye a minap jelent meg, pontosan a mai napon az a hír, hogy ugye a Samsung vezeti az androidos okostelefonok eladási listáját, és a top 10 android rendszerfutató készülék közül 8 az a Samsungnak a terméke. És a második az S2. Igen, a második az S2. Vagy az első? Második, az első az S3. S3 akkor most már az első, és átvette az S2-től a helyet, és most már csak a második helyre visszaszorulva, de még mindig igencsak előkerül pozícióba, és a harmadik helyezettet messze megelőzve az S2 vezet, vagy hát a második helyen kullog. Második helyen vezet, és hát ugye ez az S2 plusz, ami hát a nevével ellentétben, de ezt majd el is mondjuk, bizonyos mértékben visszalépés az S2 alapmodellhez képest, valamiben többet tud, valamiben kevesebbet. Igen, és egyébként ezt a pluszolás dolgot a Samsung már nem az először, vagy nem először játssza el. Ugye tavaly ilyen tájt jelent meg a Galaxy S Plus, ami valamilyen szinten hasonló helyzet volt, mint a jelenlegi, ugyanis szinte mindenben megegyezett a Galaxy S készülékkel a plusz utoltal belelátott telefon. Mindössze annyi volt a különbség, hogy az 1 GHz-es óráját 1,4 GHz-re emelték, ami az egy számottevő mindenképpen egy nagy különbség. Jelen esetben viszont arra nincsen szó, sőt, inkább az a helyzet, hogy a Galaxy S2-ben használt lapkakészletet egy papíron gyengébb lapkára cserélték. Igen, és hiába ugyanúgy 1,2 GHz mind a kettő órajel, éppen a gyengébb lapkakészlet miatt ez lehet, hogy hátrányosan érinti magát a telefont, és ugyan gyárilag majd látni fogjátok, ezen már a Samsung által a legújabb Android futtat 4.1.2, viszont ugye a Galaxy S2 is most már ezt így magának tudhatja. Igen, egy-két hónapja megkapta a frissítést. Igen, tehát innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy legalább annyiból előrébb van ez a készülék, hogy ezen már a Samsung által a legfrissebb operációs rendszer fut. De hát... És ugye egyébként, hogyha egy rossz májú megjegyzést megengednek a nézők, lehetne azt várni, hogy az S2 Plusnak milyen jó lesz a támogatottsága, de az S Plus szintén nem volt egy túl támogatott készülék a szoftver frissítések tekintetében. Tehát nyilván nem lát senki a jövőbe, de meglátjuk, hogy milyen oprendszer fog futni ezen az S2 Pluson jövő ilyenkor. Hát plusz most már azért lassan a legújabb szoftverek igencsak nagy hardware-es teljesítményt igényelnek, és lehet, hogy még az Exynos-féle S2 lapkakészlet az elég lesz, de lehet, hogy ez a Broadcom már nem. Most ez nyilván egy elég nagy ballépés lenne a Samsungtól, hogyha ez így lenne, de hát nyavaja se tudja, hogy alakul a helyzet. Szerintem eleget filozofáltunk, váltsunk is kamerát. Térjünk rá a tényekre, hogy miért is mondjuk ezt, és miért mondjuk azt a telefonról. Ez egy doboz, ebben igen. Érkezett az S2 Plus. Jó, igazából tök úgy néz ki, mint az S2, nem? Majd mindjárt kicsit adunk a fókusznak, mert úgy látjuk, hogy te is úgy látod, hogy nincsen fókusz, ugye? Igen. Na, amit közben mondok, és kapásból fel is tűnhet a kedves nézőknek, a jobb felső sarokban az NFC matrica, ez az S2 Pluson alap tartozék. Ugye magán a Galaxy S2-n nem feltétlenül volt ilyen, tehát voltak olyan modellek, ahol volt NFC lapka a telefonban, de nem ez volt az átlagos vagy általános dolog. Egyébként közben próbáljuk állítgatni, hogy jó legyen a fókusz, tehát hogyha így apróbb megakadásokkal szembesültök, akkor ez azért van, mert igyekszünk figyelni, hogy ne homályos képpel közvetítsünk végig, és majd mindjárt meglátjuk, hogy ez így hogy fog működni. Na mindegy, szóval igazából az NFC az, ami
Nyithatunk közben dobozt. Hogy előny a Galaxy S2-höz képest, plusz talán, hogyha már itt a készülék, láthatjuk, hogy azért külsőleg igencsak az S3-ra hajaz. Hát, vagyis inkább a kettő ötvözete. Mondjuk. Az anyaghasználat, ez a lakkozott plasztik, ez az S3-tól van örökölve, hogyha nagyon csúnyán akarom kifejezni magam. Viszont maga a forma, terv és a kialakítás egy az egyben az S2-t idézi. És ráadásul méretben is egy és ugyanaz a kettő, tehát hogy tényleg dimenzióit tekintve a telefon semmiben sem változott. Egy kicsit nehezebb lett egyébként. Könnyebb lett. Igen, elnézést, könnyebb lett, egy 10 grammal könnyebb lett az S2-nél, de igazából ennyi. Igen, ennyi az, amit maximum el lehet mondani. Na itt a doboz, nyilván itt csücsül a készülék, van egy Quick Start Guide-unk, leírásunk, itt van a headset, mindjárt ki tudom bányászni, akkor meg is mutatom. Itt van a headset, ami... Ilyet már ezret láttunk egyébként. Igen, hát agybadugós féle, tehát az általam nem preferált darab. Van egy micro USB kábel, illetve egy töltőfej, amely egybe van a madzaggal, tehát hogy nem csak egy töltőfejet kapunk, hanem egy teljes értékű töltőt is. És ezzel ki is fújt maga a doboz és mind a tartalom. Nézzük a készüléket. Így van. Itt van a telefon. Hát ugye... Első blikre csontra úgy néz ki, mint az S2. Annyi különbséggel, hogy ez... Vékony perem, ami jelen esetünkben a fekete helyett egy kékes árnyalatban dereng. Igen, a szín az, ami egyébként egyértelműen így az S3-nak az irányát mutatja. Igen, az S2-nek az érdezett plasztik hátlapja sokkal, de sokkal frankóbb volt. Igen, itt megint egy eléggé... Újranyomatvadász. Újranyomatvadász, fényes műanyag, ugyanúgy maradt a plasztik, viszont annyiból talán jobb, hogy ilyen kicsikét szálcsiszolt fém hatása van. Persze, hogy megfogja az ember és közelről megnézi, már is látja, hogy ez nem éppen az a fém hátlap. Minden esetben, ha már itt tartunk, akkor ugyanúgy egy 8 megapixeles kamerát láthatunk a hátlapon, méghozzá egy aránylag erős ledes villanó társaságában. Mindig nem éles a kép? Valami el van állítva. Igen, mert majd mindjárt próbálkozunk, addig akkor majd beszélek, szóval most próbálgattam gyorsan így, mert most kaptuk meg egyébként adás előtt egy fél órával körülbelül a készüléket, és próbálgattam a vakunak a fényét, hát már ugye az S3-ban is egy igencsak erős villanó van, de hál' Istennek ebben a készülékben is, ráadásul a fókuszálás az mondjuk úgy egy kicsit több lépésben zajlik, mint általában, és hál' Istennek ennek köszönhetően így aránylag messze meg tudja világítani a tájat vagy területet ez a kis villanó, ennek eredményeképpen pedig egy olyan 2-3 méterig egész szép és világos képek készíthetők. Ha már itt vagyunk, vegyük le a hátlapot, ezt ugye a jobb felső sarokban jövő kis körömnyíráson keresztül tudjuk megtenni. Ugyanaz a hajlékony hátlap, ami első blikre ijesztő, de egyébként nem törik el. Standard méretű SIM kártya megy a készülékbe, és az akkumulátort kivesszük, akkor egy, ne vegyük most ki szerintem. Igen, itt van egy microSD foglalat. És ha már akkumulátor, akkor érdemes elmondani, hogy a kapacitása 1650 mAh. Ami elvileg a Samsung S2-ben is ugyanez, ugyanez a méret volt. És ugye, ha jól emlékszem, akkor itt annyi még a különbség, hogy az S2-nél 32 GB-os microSD támogatott, itt meg már 64-es. Ennek fényében viszont, vagy sajnos ennek ellenére a belső kapacitás az csökkent. Így van, ugye az előző modell az 32 GB-os is lehetett gyárilag, vagy 16-os. Itt viszont 8 GB-ra van fixen belőle a háttértár kapacitása. Igen, ami nem kevés, ráadás, hogy a géphez csatlakoztatjuk így az eszközt háttértárolóként, akkor 3,6 GB-ot lát a gép. Ami még kevesebb, mint a 8. Tehát, hogy azért az így kevesebb, mint a fele, és ez engem például rögtön meg hökkentett, hogy azért 3 GB-ot látni, vagy majdnem 4-et, inkább úgy fogalmazok, az nem egy túl okos döntés a Samsungtól. Na, körbeforgatva a gépet, itt látunk egy ki- és bekapcsoló gombot. Igen, fölül. 3,5 mm-es jacket. Nem tudom, miért homályos a kép. Na, akar befokuszálni. Mindegy, erről pedig látunk egy hangerőszabályzó billentyűt, fölfele-lefele gombokkal természetesen. Hoppá, ennek biztos örülünk. Na. A képernyőt bekapcsolva kettős érzése van az embernek. Egyrészt a technológia a Galaxy S2-ben debütáló Super AMOLED Plus, ami hát a szerkesztőség egyöntetű véleménye szerint mai napig az egyik legjobb kijelző technológia.
Viszont a felbontást illetően azért nem ennyire rózsás a helyzet. Igen, hát 480x800 pixeles felbontásról beszélünk, 4,3 hüvelyken, ami 217 pixelbe rincses sűrűséget jelent. Hát ugye ez már... kevesebb, mint a fele például a Galaxy, szóval az Xperia Z-nek. Igen, de a Galaxy S3-nál is jóval kisebb mértéket jelent, ráadásul azért, ha annyira nem is, de már észrevetőek a pixelek, főleg a mai HD kijelzőköz szokott szemnek. Igen, még másfél éve azt mondtuk egy ilyen felbontás, hogy hát az így azért az elég oké, most már azért érezhetően erősített a konkurencia. Igen, hát ha belevesztük, hogy már egy jó az mondjuk TFT, illetve nem Super AMOLED, de mondjuk egy Blade 1-ben is már ez a felbontás szerepelt 3,5 hüvelyken, akkor mondhatjuk, hogy most már 4,3-on ebben nyugodtan bele sűrítettek volna valami magasabb felbontást. Főleg közel 100 000 forintos áron. Hát igen, ezt a végén akartam elsütni, hogy ne menjen el senkinek a kedve az adástól, de akkor most már elmenni, ugyanis egészségedre. Szóval ugye nagyjából 90 000 fölötti árral kell számolni gyárilag függetlenül, nyilván ez függ attól is, hogy most garanciális szempontból bolti vagy rendes hivatalos Samsung garanciáról beszélünk, de hát nem írom most összehasonlítani az új árat a használt árakkal, de már a Galaxy S3-at is bolti garanciával azért még újonnan is úgymondva 110-115 ezer körül megkaphatjuk, ami hát azért összehasonlítani többet tud lennie, tehát hogy most fölösleges bocsátkozni olyanokba, hogy most mi a különbség, mi nem, az jobb és kész sokkal. Mondjuk jó, nyilván talán ez a kis szögletes forma sokok által. Ez egy gyönyörű telefon, én kimondom. Ez. Én nagyon imádtam neked... a Galaxy S2-t, szerintem az volt a formaterv csúcsa, és még a mai napig az. Hát igen. És igazából azért hiányzik ez az érdes hátlap, tehát hogy más a fogása az S2 Plusnak, mint az S2-nek. Én meg mindig azt mondom, hogy az S2-t inkább érdemes megvenni. Főleg azért, mert ugye abban egy Exynos 4210-es lapkakészlet duruzsol, míg tesztalanyunk van egy Broadcom gyártmányú BC. Chipset csücsül, az a BC28155-ös típus számú lapka, egy kétmagos, magunként 1,2 GHz-es órajelű Cortex A9 processzort tartalmaz, ARM-V7 utasításkészlettel, illetve egy Broadcom VideoCore 4 jelzésű grafikus gyorsítót, ezek már 1 GB RAM található. Igen, és hát ugye most itt pont bementem közben. Az biztos. Az 100% és közül belementem, hogy itt is látszik, hogy Android 4.1.2, vagyis Jelly Bean, zselé és cukorka virít a feljelzeten. Ugye az előlapról még annyit nem mondtunk el, hogy itt van egy menügomb, itt van egy visszagomb, ezek érintésérzékenyek, illetve a Samsungnál szintén megszokott módon a kezdőképernyőre ugrása, vagy home gomb az fizikai testet öltött. Én továbbra is szeretem ezt a megoldást, vagy ezt a kivitelezést, hogy ezt meg lehet nyomni így fizikai formában. Sokszor érintő képes ez a gombocska, ott azért meg lehet véletlen is nyomni. Illetve a Samsungnak azért továbbra is hasznos megoldása, hogy ez lehet akár felhőgomb is. Így van, nagyon sokan szeretik, hogyha fizikai gombbal tudják felvenni a bejövő hívásokat. Igen, ugye ez itt meg távolságérzékelő fényszenzor, illetve egy előlapi kamera, amit én speciál rögtön hiányolok, és ha jól látom, nincs is, az egy értesítő LED, ami az S2-ben sem volt. Igen, ez egy nagy hiányosság volt. Tehát, hogy azért az igazán beleférhetne ez az alap, most már androidos telefonoknál szinte alapelvárás, vagy mondhatni ténylegesen alapelvárás. Na mindegy, ugye hát a főképernyők továbbra is testre szabhatók, van áttekintő. Kicsit, mintha akadna egyébként. Igen, egyébként. Kis szaggatás van benne. Most ez nyilván nem, hogyha... De nincs is egyébként olyan widget így kirakva, ami kimondottan úgy frissítést igényelne. De hogyha például összehúzod pinch to zoom-mal a kijelzőt, akkor az sem. Most működött, de egyébként először lehet, hogy meg kell, hogy akadjon. Most is kicsit megakadt. Szóval azért még nem mértük ki pontosan a dolgokat, de abban biztosak vagyunk, hogy az Exynos megoldás az erősebb, mint az a Broadcom chipset. Igen, és közben bele is mászok ide az Antutuba. Azt már futtattunk, 6663 pontot kapott. Ez egyébként azért vicces, mert most előre bocsátom a Prestigio cikknek az eredményét, ez a ugye Multifon PAP 4500 Duo, ez a kétkártyás kis újdonság, majd a héten megjelenik ezzel, és lelőttünk egy újabb hírt, hogy mi várható a héten. Az az MTK 6577-es chipset 1 GB RAM-mal ugyanígy 6000 körüli Antutu pontszámot hozott, ami hát fura, de nyilván a pontszám az nem minden, tehát az elsődleges a sebesség.
amit mondjuk le lehet mérni azért játékok terén, stb. Egyébként gyorsan közben futtatok egy multitask tesztet, hogy elvileg ugye 10 újat tudna a készülék, és ez a 10 új remélhetőleg látszik is, ez teljesen megvan, tehát hogy ténylegesen tudja a 10 újat a telefon, vagy a 10 érintést egyszerre kezelni, szóval ezzel... Nem, hogyha ezt kihasználnánk a mindennapi életben, de ez a legalább, hogy megvan a jókofa dolog. Na, térjünk át egy pillanatra a böngészésre. A gyári böngésző egyenre még nem Chrome. Nem, viszont most egyenre a gyári böngésző sebességét megnézzük. Lényegében nyilván az S2-nél is nagyon gyors volt a böngésző, illetve a Samsungnak ebben nem nagyon voltak problémái azért. Nem ügyesek a kis kódereik. Hát igen, ugye nyilván a mobil nézet ez hibátlan, csúnya is lenne, hogyha nem így lenne. Illetve itt van a teljes mobilos, nem mobilos, ha teljes látom, flash az van. A flashnek az támogatottnak. Már nem kell, hogy legyen ugye a legújabb androidos rendszernél, viszont a Samsung az úgy tűnik, hogy továbbra is kiáll. Hát, hogy alternatív megoldásként azért bármikor megoldhatjuk. És be kell állítani, gondolom megint külön, hogy a szöveget a kijelző méretéhez igazítsa a szoftver, de az biztos, hogy tudja. Igen, tehát a böngészési sebesség az továbbra is hibátlan. Más kérdés, hogy bár nagyon szép a panel, még a mai napig tényleg marhára üt ez a technológia, de azért egy HD vagy egy Full HD kijelzőn sokkal jobb élmény a böngészés. Hát nyilván, vagy legalábbis egy picikét növelhettek volna a kijelzőn, szerintem nem lett volna. Folyag 100.000 forint körül olyan nagy költség, hogyha már igen. Ez lenne, szóval ezt tudja a böngészés. Pillanatra ráugrok a videó lejátszásra, most ezt az MX Video Playerrel próbálom majd meg miért nem a gyárival? Hát egy pillanat, csak ebből beletekerünk. De a gyárival is meg fogjuk nézni. Ez hibátlan. Igen, de egyébként a doboz hátulján is rajta van, hogy természetesen tudnia kell a Full HD tartalmakat visszajátszani. Ráadásul ugye a micro USB kimenet. Igen, ezt pont akartam, ezt akartam mondani, hogy ami még fontos, hogy MHL támogatással rendelkezik a készülék, ami azt mondja, hogy a micro USB ajzatra egy speciális kábel segítségével ugye USB host, vagy pedig HDMI funkcionálatást is el lehet érni. Igen, közben nem zene a játszóba akarok belemenni, hanem ez videó lejátszó. Vannak-e kérdések? Jó, addig rá lesünk. Na, itt van például a 1080p-s. Valaki kérdezte, hogy Gorilla Glass-os-e? Én úgy tudom, hogy igen, de ezt most nem, tehát nem esküdnék meg. Igen, de hát azért, ha minden igaz, annak ki. Na, itt egy ári lejátszó. Kicsi hangot adunk neki. Itt is lehet állítani a nyomjék beállításokat? Miért gondolsz? A szintónus meg ilyesmik, ezt nem érzed végén tőle. Jó, most nem. Jó, majd nézzük be a beállításokba, hogy lehet a képernyő szintónusát állítani. Jó, igen, persze. Ez még egy kellemes pozitívum volt az S2-ben. Ugye a lényeg az egyébként, hogy a videókat természetesen tudja vinni, Full HD tartalmakat lejátsza, tehát hogy most innentől kezdve nem szabad, hogy bármilyen gond legyen a filmek visszanézésével. Mindjárt megnézzük azt a beállítást, amit te mondtál, csak gyorsan a zenejátszóba beleugrunk. Én nyilván itt is megvannak ezek a hopa. Megvannak ezek a tipikus Samsung gesztúrák. Igen, mozgások, amiket lehet engedélyezni, lefordítva, akkor már elnémul a telefon. De itt van egy olyan. Hát ennyi szerintem dombos állásként bőven elég volt ebben a pillanatban. Lényeg az, hogy hangos a igen, telefon, tehát hogy nincsen semmi gond. És mindjárt meg is nézzük, hogy egyébként na itt például, itt van a többféle hangzás közül. Egyedi hangzást is létrehozhatunk egyébként. Tehát, hogy innentől kezdve természetesen egyedi rezgések is vannak, csengő hang, az egyébként még annyi. És el is nézünk. Mágia! Igen, hihetetlen, mit varázsoltunk ide a képernyőre. Na, ugorjunk bele a beállításokba és nézzük meg, hogy itt is tesse lehet-e szabni a kijelzőnek a viselkedését. Jó. Azt mondja, hogy beállítások, és azt mondja, hogy mindjárt ott vagyok. Kijelző. Oké, ugye vannak intelligens képernyőzárak, tehát intelligens képernyőzár, ez egy viszonylag hasznos feature, én szerettem például az S3-ban is, hogy ugye
ha nézzük a kijelzőt, akkor mielőtt kikapcsolna, vagy elsötétülne maga a képernyő, akkor egy ilyen kis szemjelecskét föltűnik, és megnézi, hogy most milyen, vagy nézzük-e még az adott tartalmat, és ha igen, akkor nem kapcsolja ki, illetve hogyha például eldőlünk az ágyban, és úgy akarjuk nézni, akkor nem forgatja el a kijelzőt, hanem ahhoz méri, hogy a két szemünk az hogy áll. Többé-kevésbé azért sikeres is. Jött egyébként két kérdés, az egyik a kamerákra irányult. Igen, a hátlapi kamera az 8 megapixeles, az előlapi pedig 2 megapixeles. A második kérdés pedig az volt, hogy melegszik-e a készülék. Hát fél óra alatt ez most így nem derült ki, meg annyit még nem volt időnk nyomogatni. Igen. De hát most én úgy emlékszem, hogy az S2 az annyira nem meleg. S2 az jó volt ilyen szempontból. Az elején az első szoftver, dehogy nem, még amikor kijött az S2, akkor volt egy szoftver, ami kamera környékén az a fém rész. Igen, akkor az nagyon melegedett, de utána ezt javították, szóval nem volt gond. Most én lefuttatok egy játékot, most ez nem egy olyan óriási, vagy majd még egyet, tehát hogy ez csak egy egyszerű Jetpack Joyride, jó, hogy kiírta. Nyilván... Hát ez nem izzasztja meg, ha lehet, ezt el lehet mondani. Ez így most egy ilyen példa, de majd mindjárt egy kicsikét, ami már az MTK-n. Lehet. Az jó, be is állítjuk a grafikát, ez általában aranylag lassan tud bekapcsolódni, vagy elindulni. Na mindegy, szóval eddig, amennyit nyomogattuk, az az 5-10 perc, az nem készítette melegedésre magát a házat. De hát most nyilván ez a tesztből majd ki fog derülni, hogy ez egy játék, vagy bármi alapján, vagy alatt mennyire fog. Közben az kommunikációs szempontból, hogy kapunk egy Wi-Fi chipet, az nyilván nem újdonság, ami Wi-Fi Direct és DLNA támogatással is rendelkezik, illetve hotspotként is tud működni, azaz tudjuk szórni a mobilnetet. Ha már a mobilnetről van szó, a 4 magos UMTS chipen keresztül akár 21 megabit per szekundumos letöltési sebességet is elérhetünk. Ez sem egy nagy dolog, ugyanakkor volt a emeleti sebesség az S2 esetében is. Újdonsága már említett NFC lapka megléte, illetve immár a GPS mellett a GLONASS műholdakat is látja a készülék. Igen, és még te ezt így eldaláltad, addig én elég bénán eljátszadozgattam a Temple Run 2-vel. Na, játszok egy Temple Run 2-t, látom, hogy nem tudod melegedésre készíteni ezt a készüléket. Igen, most átadtam a játékot a Temple Run 2 igazán nagy művelőjének, alias Dr. Kine-nak, Kindler Andrásnak, aki máshogy ismeri. Hát, és ez napra legyen. Egyébként majd a multitaskingot azt kipróbáljuk, hogy például mennyire bírja, de lényeg az, hogy hát nyilván Broadcom ide vagy oda, azért nem kellene, hogy itt ezzel baj legyen, bár itt a videón egyébként úgy tűnik, mint hogy nem lenne annyira folyamatosan. De egyébként a kép az olyan szépek a színek, hogy el tudnám nézni napokig ezt a temperament menetet. Igen, tehát hogy hiába nem túl erős a felbontás, maga ez a Super AMOLED kijelző, ez azért plusz ráadásul kijelző, ez azért színekben bőven az élen jár. Hiába igen. Mondjuk sokszor azt, hogy a Super LCD 2 az mennyire jó, de azért színhűségben talán bár... Feketéket tekintve sokkal jobb helyen, hogy az AMOLED, nyilván azért, mert ez egy technológiai beli adottság. Tehát itt tényleg fekete a fekete. Igen, kontraszt arányok is megvannak, bár nem is tudom, annyira élénkek a színek, hogy elképesztő. Na mindegy, szóval igazából addig még Candid forrósítja a készüléket, vagy már nem forrósítja. Addig azért el lehet mondani azt is, hogy igazából a Samsungnak van egy-két, próbálj visszamenni a multitaskba, mondjuk a böngészőbe, vagy valami. Böngésző, följebb. Böngésző. Hát igen. Csúnyán újra tölti, hogy ez az a gigabyte. Nem volt olyan csúnya egyébként. Hát nyolját, ugye most próbálunk visszamenni egy kicsikét, mert a Samsungnál, még az S3-nál is észre lehet venni, hogy azért... Most én megnyomtam. Azt azért nem mondom, hogy penge gyorsasággal vált vissza. Most akkor visszatérünk a kijelzőre közül. Uff. Na, addig közben próbálunk a fókuszon állítani. Igen. Ott nincs meg a fókusz. Jó. Na, tök jó. Jó, így már jobb. Szóval igazából nem tudom, hogy van-e még kérdés, nyilván mindjárt ránézünk, hogy van-e kérdés, de... Elég egy kamerát még mutassam, mert még én nézem a fórumot, léci, hogy... Nagyjából ezt nyújtja a Galaxy S2 Plus. A kamera szoftver felülete is tök ugyanaz, mint amit az S2-ben láthattunk. LTE van benne, és letöltés mennyi? Nem mondtam, hogy mennyi.
Nem mondtad? Nem, nem mondtam, 21 MHz. 21,1 az elméleti maximum, és 7,6 a feltöltési, vagy 5,76 a feltöltési maximum. Jobb, mint a HTC megoldás, ez most nem tudom, melyik HTC-re vonatkozik. És melyik megoldásra. Igen, melyiket érdemesen megvenni, S100-ére, vagy sima S2-t 90-ért. Sima S2-t az eléggé egyértelmű. Igen, én szerintem is, ráadásul az S2 azért már annál is olcsóbban megkapható, bőven. Tehát, hogy azért ehhez képest jobb. Azt mondja, előbbi hátra, mert nem, minusz. Igen, hát egyik fórumozó is írja, hogy ez nem plusz, hanem minusz, pont ugyanez itt az ember. Galaxy. Most én előbb előbb álltam. Szerintem azt nem kell tudni értelmezni. Igen, mindegy, szóval nem érezzem úgy, és szerintem kánytesem, sem, hogy ez a ez az S2 plusz, ez érdemes. Valami Galaxy-ra keresett rá. Igen, tehát hogy nem annyira érdemes ezt a telefont választani, vagy hát én nem akarom ezt így kimondani. Amíg lehet S2-t kapni, addig ennek a telefonnak, tehát addig ez a telefon nem versenyképes. Igazából egy gyengébb hardware-t kapunk, ugyanaz az a UI-ja és ugyanazokkal a szolgáltatásokkal. Igen, és ráadásul ugye. Miközben az ár is magasabb egy kicsivel. Így, tehát tényleg nincs jelentőség ennek a telefonnak, amíg S2-höz is hozzá lehet jutni. Hát pontosan, ráadásul a belső háttértelm mérete is kisebb. Igazából továbbra sincs benne notifikáció, tehát értesítési LED az előlapon, ugyanúgy cserélhető mondjuk az akkumulátor, illetve microSD kártyai bővítést is kapunk, viszont ugyanez ugye az S2-nél is megvan, illetve az S3-nál is megvan. Tehát a hangminőség az minden bizonnyal kiváló, tehát hogy még nem tudtunk telefonálni vele, de azért a Samsung az jó volt ebben mindig is, tehát hogy ezzel nem lesz probléma. A rezgést én próbálgattam, akit ez érdekel, például azért bőven megérezhető. És hát nagyjából egyébként ezzel végig is lehet mondani, tehát hogy S2 jobb, többet is tud, olcsóbb is. Ez nyilván egy új modell. Azt nem tudjuk, hogy milyen hangcsip van benne, ugye az S2-ben már nem Wolfson volt, az S3-ban viszont újra az volt. És szerintem 30 FPS-sel majd mindjárt megnézem, hogy lehet-e ezzel kapcsolatban bármit állítani. Hát hátra mennyire sérülékeny, hát mivel ez egy lakkozott, ilyen elég fényes műanyag, így a kopásokat azt szerintem nem szabad elfelejteni. Tehát, hogy így, ha gyorsan így csúsztatjuk esetleg az asztalon, akkor már az S3 is képes kopni. Így minden bizonnyal ez a hátlap is ugyanerre rábírható sajnos. Nálunk kapható lesz-e? Hát már biztos, hogy maga a készülék kapható alternatív. Az, hogy szolgáltatói kínálatba bekerül-e, erről egyelőre nincsen információnk. Igen, szerintetek mennyit ér ez a telefon? Hát 85 ezeret? Szerintem annyit nem. 80. 80, 75, 80. Azért, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a HTC One S vagy One S az 90 körül már van, nyilván az is bolti árak, mivel ugye itthon az erősebb Z520-as modell, ugye a Crytos processzorral szerelt, vagy chipsettel szerelt modell, az nem kapható hivatalosan. Így azt csak bolti forrásokból, vagy külföldről megrendelve lehet megkapni, viszont az is ilyen 90 körül mozog, ami egy erősebb processzor, egy QHD felbontású kijelző, tehát azért itt vannak konkurensek bőven ennek a telefonnak, és az S2-t pedig már... Az S2-t arra sem lehet leírni. Nem lehet, és ráadásul most tényleg nem szoktunk ilyet, meg teljesen mindegy, de használtam meg már az S2-t, az nagyon alacsony áron van. Nyilván annak képest, annak nincs de ennek a műsornak a témája. Persze, de igen. Vele kell összehasonlítani, egyértelmű. Azt mondja, ha igaz, Yamaha chipset van benne, azt mondja, a ripple effekt kikapcsolható, milyen mozgás feature-ek vannak benne. Belemész a mozgásba? Szerintem egyébként többnyire megkapott minden szükséges igen. Mozgást, amikor... Közvetlen hívás, hogyha látsz, hogy névjeletes az arcot hozzámened, akkor felhívja. Intelligens jelzés, ez azt mondja, hogy nem fogadott hívások és olvasatlan üzenetek elfogása. Ez mit takar? Tamás elég, nem tudom. Azt mondja, hát valamit jelez. Jó, én általában ezeket nem feltétlenül használtam, erre volt pont jó az értesítési LED, hogyha valamit én elmulasztottam, akkor az úgy is jelzi. Továbbá van még tetejére dupla érintéssel nevű opció, az, hogy egy listán vagyunk, és duplán érintjük, csak ezt be kell kapcsolni. A lista tetejére ugrik a készülék. Akkor nem csak én voltam itt a hibás, mert az S3-nál ezt bekapcsoltam, és az életben nem bírtam ezt így
működése bírni. Nagyítás döntése, hogyha két ujjal tartunk egy alkalmazást, és így döntögetjük a telefont, akkor nagyíthatunk, illetve kisegíthetünk. Ikonokat tudunk így áthelyezni a telefon döntésre, és ugyanígy lapozni is tudunk a képek között, így tudjuk frissítésre bírni bizonyos alkalmazásokat, illetve lefordítással tudunk még némítani. Igen, amit de most látunk is a zenelejátszó kapcsán. Most úgy láttam egyébként, frissítettem, meg még egyet frissítek, hogy nagyon nincsen már több kérdés, de igazából ennél több mindent nehezen lehet elmondani egy készülékről, ami... Igazából nem jelent újdonságot egy másfél éves telefonhoz képest. Nem egyáltalán. Tehát akkor összegezzünk, mert már csak arra... Vár mindenki, akkor ezt mondjuk így. Lényeg az, hogy egy formatervileg S2, külső színekben, jegyekben az S3-ra hasonlító telefonnal van dolgunk, ami az S2-höz képest az NFC-n kívül semmiben nem javult, hanem inkább csak, hát hogy is mondjam, redukálódott a teljesítménye. Mindemellett drágább kezdőárral rendelkezik, így, és igazából mindent összevetve nem egy rossz készülékkel gondolom, tehát... Ha nem lenne az S2, jó lenne. Igen, viszont az S2 mellett nem tud labdába rúgni. Igen, és igazából ez lehet egy végmondat is, még egyszer frissítek gyorsan a fórumra, hogy van még... lesz végmondat. Hát akkor nem lesz. Készültem erre. Akkor mindjárt lesz a szín. De igen, nem is nem kérdés. Nem még. És nem bizony programban működik a telefon érintéssel is, mail kliens. Aha. Jó. Hány S2-re számíthatunk még, nem tudjuk. Reméljük, hogy nem sokra elég most már. Azt mondja, hogy ennyi lesz még a héten. Meglepetés. Igen, presztízió. Elindítjuk a Barcelona blogunkat, mert hogy készülünk már ezzel a Mobile World Congressre. Amit mondhatunk, hogy jövő hét szombat. Így van, már kevesebb, mint 12 nap. Számoljuk vissza a napokat. Mi lesz még a héten? Elvileg egy presztízió lesz. Evolve készülék, egy új VTEC tablet, ami elég jó árérték arányon fog érkezni. Ez az IPS panellel rendelkező VTEC X-Tab 70 DCI. Ugye? Ez majd nálam lesz ez a készülék. Ugye én teszteltem még a sima a megjelentővel szerelt modellt is, és ez pedig egy azért rendesen ráncfelvarrott darab, az ár pedig ugyanúgy maradt a régihez képest, tehát előrevetítve biztos, hogy kelendő lehet, ha nincsen komolyabb hibája. Szóval ezzel a hetet egyébként nagyjából le is zárjuk, mert a Prestigio, a VTEC, az Evolve, illetve van a Prestigio-nak egy nagyobb vázlata, és lehet, hogy az is kikerül. És nyilván róla is meg fog jelenni egy cikk a héten, ezzel viszont erre is tudjuk a hetet. Úgyhogy ez, erre számíthattak a héten, azt még nem tudjuk, hogy mi lesz szerdán adásban, mert ugye az MVC előtt azért ilyenkor mindig visszabb vesznek a cégek, oda tartogatják a puskaport, de valamit nyilván fogunk csinálni a TV-vel is. Igen, összehozzuk. Szóval S2 plusz láttátok, minket hallgathattatok és láthattatok. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen. Sziasztok.